Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Dabas Televízió nézőit is, akik a mai istentiszteletet végigkísérik. Isten igéjével köszönök be a kedves testvéreknek a Zsoltárok könyve 33. fejezetének 5.-6. versével. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet és minden seregét lelke erejével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, istentiszteletünk kezdetén dicsérjük, áldjuk, magasztaljuk a mi Istenünket, és hívjuk segítséggel az ő szent nevét a 105. Zsoltárunknak első verse eléneklésével. A 105. Zsoltárunknak az első verse, mely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Magasztaljuk és áldjuk tovább a mi Istenünket, a mi istenti szeretünkön, és énekeljük a 165. dicséretünknek az első 4 versét, a 165. dicséretünknek első verse, mely így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Életadó áldott lelked.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hallgassátok, kérlek testvéreim, Istenek igéjét, melyet mindenünk lelke épülésére olvasok fel, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének első 6, valamint 24-től a 29. versig terjedő ige szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének első és válogatott versei így szólnak hozzánk. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védő beszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz! Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszem. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztkénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ámen. Isten tegye áldottá gyümölcsözővé igéje hallgatását, és annak szívünkbe fogadását, megtartását a mi életünkben. Gyertek testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, szeretnénk hálát adni te néked azért, hogy te mindenütt jelen vagy. Jelen vagy most is, miközben hallhatjuk a te szavadat. Megszólít, erőt ad az erőtlennek, a félelmes szívűt bátorítja, a kétségbe esett embert felemeli, és helyére teszi a zaklatott szívű lelkeket. Olyan szép volt ez a zsoltár, amit ajkunkra vettünk, ezt a 105. zsoltár. Adjatok hálát az Istenek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét. Olyan jó, Urunk, hogy hirdethetjük a te háromszor szent nevedet. És most, akik kísérik ezt a mai Isten tiszteletet, Dabes televízió nézői, és mindazok, akik valóban azzal a szándékkal és azzal a céllal ülnek le, hogy te lehetőséget kínálsz számunkra, időt adsz nekünk, hogy ne csak halljunk valamit felőled, hanem egészen a szívünknek a legmélyeig hatoljon annak minden egyes szava. Nem tudhatjuk, Urunk, hogy meddig tart a kegyelmi idő. Mikor jön el annak a pillanat, amikor majd szélből színre kell találkoznunk veled, és számot kell vetnünk a mi földi életünk sorsa felől. Áldott légy, Urunk, hogy ebben a nehéz helyzetben, amiben most van, nem csak népünk, nemzetünk, hanem az egész világon hihetetlenül sok ember, hiszük, Urunk, hogy nem próbálsz felül bennünket, hogy azt ne tudnánk elordozni, hanem most ezt az időt, ezt az időszakot, lehetőséget kínálsz az emberiség számára, hogy egy tükröt tarts elénk, és kimondjuk azt,
Ugyanam most van a pillanat, amikor szeretnék igazán melletted dönteni. Kimondani azt, hogy Úr Jézus Krisztus, másban nem akarok gyönyörködni, csak is te benned. A te élő üzenetedbe, a te igédbe, amely ma is élő és ható, megmozgat, helyére teszi a zaklatott szívet, és megtanít bennünket hinni a nem látott reménységben is. Ó, kérünk, Urunk, ne hagyd szomjúzni most sem a mi lelkünket. Hadd legyen a mi szomjúságunknak az éltető üzenet, ami megelégít bennünket, megsegít bennünket, és megtanít bennünket a hit útján járni. Kérünk, Urunk, könyörülj meg azon, aki szólja a te igédet, s rajtunk, kik most keresztül hallgatói vagyunk ennek a mai istentiszteletnek, ad, hogy a te áldásod kísérjen, és a te áldásod nyugodjék meg mindannyiunkból. Úgy legyen. Amen. Igéldetésre készületesének énekeljük el a már megkezdett 165. 165. dicséretünknek az 5. verse, mely így szól, egyszerűvé formáj belső lelki képen, békességben, csöndességben. Hirdeti szólni kívánom közöttetek ezen a mai vasárnapon, Istenünk hozzánk szóló szavát, üzenetét meghirdetni kívánom. Írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele, 5. fejezetének olvasom a 15., 16. és a 17. versét. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele, 5. fejezetének 15., 16. és 17. verse így szól hozzánk. Jól vigyázzatok tehát! Hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, két helyről is felolvastam ezt a mai igét. Az egyik az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 25. fejezetből szólt hozzánk az örökkévaló Isten, a másik pedig a napi ige menetében Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből szól hozzánk. És hogyha ezt a két ige szakaszt megpróbáljuk a maga egységében, maga kontextusában látni, akkor bizony nagyon sok olyan üzenetet fedezhetünk föl benne, ami bizony nagyon lényeges és fontos. Különösképpen is ebben a nehéz időben, amiben most élünk. Amiben az Élisten most belengedett bennünket, most különösképpen is a Kairosznak, a minőségi időnek az alkalmát éljük. Hiszem és meg vagyok arról győződve, hogy Isten igéje mindig aktuális. Mindig aktuális. Nem lehet azt mondani, hogy ez már elavult. Ez már régi. Hanem mindig újat és újat akar közölni az ige hallgatójával, és természetesen annak, aki arra fölkészül, engemet, és amikor készültem erre a szolgálatra, akkor nagyon sok mindenre ráirányította az Úristen a figyelmemet. És pedig ez a legfontosabb, ami szeretnék nagyon komolyan szívükre helyezni a kedves testvéreknek, az alkalmas idő. Na, erről szeretnék szólni. Én nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy lehetőséget kínál az emberiségnek arra, hogy most különösképpen is, amikor most tényleg a szó legigazabb értelmében családi közösségbe kell, hogy töltsük a napjainkat,
hadd mondjuk így szobafogságban, de idézőjelben is mondhatnám ezt, vagy akik karanténban, vagy a kórházi ágyon fekszenek és várnak a gyógyulásra, azoknak is az örökkévaló Isten be akarja kiáltani a szívükbe, hogy itt az idő, hadd meg az ő szavát. Mert az interneten keresztül, vagy egy hitbeli élő drága szeretett testvérnek az ajkán keresztül Isten megszólít, buzdít, bátorít. Ne add fel! Bízzál az Istenbe! Kapaszkodj belé hittel, reménységgel, amíg nem késő! Mert bizony sokan azt mondják, így gondolkodnak, de nem helyesen gondolkodnak. Majd ha lesz időm rá, akkor majd oda tartom a fülemet az Isten szavának, megtalálok szívemet is, megnyitom majd, hogy megérintsen, hogy föleszméltessen arra, hogy az az út, amelyen járok, ez nem helyes út. Meg kell változtatni. Helyre kell billenjen az emberiségnek az élete, gondolkodása, nézete. Hogy azok az emberek, akik eddig Isten nélkül járnak, élik a maguk világát, Isten most bele kiáltsa a szívükbe azt, hogy itt az idő. Mert nem tudhatod, hogy lesz-e holnapod. Nem tudhatod, hogy Isten mit fog ebből a helyzetből kihozni az emberiségnek az életébe. Persze ott a reménységünk, hogy Isten ebből hiszük, hogy jót fog kihozni. Hogy most, amikor nem élhetünk a szabadságunkban úgy, ahogy eddig tényleg az emberek éltek, nem szabad, hanem szabadosságként lehetne említeni ezt a szót, mert sokan visszaélnek a szabadságban. És gondolván azt csinálhatok, amit akarok. Életem a maga világát, fényűző életét, pompáját, evilági kívánságát, pénzsomár, önző magatartását, megbocsátani nem tudás, hadd ne soroljam. Mind-mind úgy élhetjük, ahogy azt én gondoljuk. Ez az mai ige, illetve történet, amit kiragadtam Pál apostol, az élő Isten kegyelme szeretetéből felhasználta eszközül arra, hogy még a fogságában is az élő Isten használta őt. Ugye belegondoltam, drága testvérek, magamat, hogy vajon mi minden mehetett végre ennek az embernek a szívében, lelkében, amikor sorozatos alkalommal fogságba került. Nem azért, mert valakit megölt volna, nem azért, mert valakit bántott volna, nem azért, mert valakit kirobolt volna, vagy megölt volna, hanem egyszerűen a főbejáró bűne, tudjátok, testvérek, mi volt? Hogy a megfeszített Krisztust hirdette, neki szolgált, és tudta, hogy itt az idő. És az Úristen őt felhasználta eszközül, hogy oda is el kell jutni az evangéliumnak, a kegyelmnek a felkínálásának, a hatalmasságoknak. Mert a császárra appellált Pál apostol, amikor lehetősége lett volna arra, hogy most szint van, igen, ez és ez történt velem, de kérlek, hogy engedjetek szabadon engemet, hadd gyakoroljam tovább az én küldetésemet, a missziói küldetésemet, de nem kért kegyelmet, hanem neki Rómába is el kellett jutnia. És drága testvérek, ez a mai ige szakasz arról szól, nagyon megdöbbentő és nagyon komolyan nyilvánvalóvá teszi az ige hallgatója számára azt, hogy Pál apostol helytartó előtt, király előtt, császár előtt kell beszélnie a megtéréséről. Az, hogy azelőtt Isten nélkül élt, hanem is Isten nélkül, tehát nem ismerte a Krisztust helyesebben, így mondhatnám, mert az Istent ő ismerte, sok mindent tudott róla, a proféciákat nagyon jól ismerte, de a Krisztus hiányzott az életéből. És ez a védőbeszéd is, amit elmondott a király előtt, és ott volt Festus is, a Félixnek az utódja, helytartónak az utódja, megdöbben. Itt van egy ember, aki bilincsek között van, mégis szabadon nem gondolkodik azon, hogy mit is mondja. Ja, nehogy megbántsam, nehogy valami olyat mondjak, ami miatt aztán végképpen lejáratom magamat, illetve végképpen magam fölött pálcát törvén végem lesz, és soha többé nem fogok kikerülni a börtönből, és keresztvára szegeznek, hanem egyszerűen kész volt mindent Krisztusért, kész volt meg is halni. Mert ahogy egy mondatában is ezt mondja, nekem az életem sem drága nékem, csak azt a küldetést, amit az Úr Jézusról kaptam, azt én tökéletesen véghez vigyem.
Micsoda nagy kitartás ez. Micsoda nagy hit ez, drága testvérek, hogy mindvégig az Úrra figyelek. Mindenig az én mennyei küldőmnek a szavára hallgatok, és ahogy szoktok is mondani, ha szavára hallgatok mindig, rátartok mindenféle formában a fülemet, ráigazítom, az én mennyei adásomat, fölülről való mennyei adást meghallom, akkor én arra rezonálok, megmozdulok, és azt mondom, hogy igen, itt az idő. Azonnal hirdetni, beszélni kell. Nem maradhatném az ajka. Nem maradhatném az ajka Pál apostolnak sem, akinek megadatott az a lehetőség a király és a helytartó előtt, hogy bizonyságot tegyen az ő hitéről, védőbeszédet tartson. Csak hát nem erre számította, nem ilyen védőbeszédre számította, hanem az, hogy egyszerűen mentegesse magát. Hogy hide, figyeljetek, én ártatlan vagyok, engedjetek már szabadon. Nem erről van szó. Hanem direktben arról beszél, hogy itt vagytok. Én is azelőtt nem ismertem a Krisztust. De amikor a feltámadott és élő Jézus Krisztus az én életembe is belépett, attól a pillanattól kezdve az én életem is teljesen megváltozott. És most itt a lehetőségetek nektek is. Micsoda bátorságról tett itt a bizonságot, hogy a királynak a szemébe mondja azt, hogy itt a kegyelmi idő. Most van lehetőséged arra, hogy azt az életet, amit eddig Isten nélkül éltél, pogány módon, zsarnok módon, igaztalanul, kegyetlenül, másikat bántva, kizsákmányolva, lehet ebből az életből, ebből a megkötözöttségből, szenvedélyből megszabadulni. És ezt valaki kínálja a te számodra is, király, a te számodra is helytartó Festus, itt a lehetőséget. A Biblia sok-sok alkalommal beszél ilyenről, az időről. Itt az idő. Ne halogasd. Nem tudhatod, hogy holnap lesz-e lehetőséged eljutni oda, ahová szeretnél. Hadd beszéljek egy kicsit magamról is. Olyan hálás vagyok az Istennek mindazért, mindazokért az alkalmakért, amiket Isten kínál az én számomra is. Gondolva arra, amikor valaki nagyon beteg, és adom a hírt, hallom a hírt a telefonon keresztül, hogy tiszteletes úr, menjen el, és látogassa meg ezt a testvért. Akkor nem azt mondom, hogy majd holnap, hanem tudom, hogy nekem küldetésem van, mennem kell. Mert ki tudja, hogy milyen állapotban találom azt a testvért. És nekem beszélnem kell az Úr Jézus kegyelmét. Beszélnem kell arról, hogy felkészítse, vagy talán a halál mesdjéjére kerül az az ember, mint hogy ma nagyon sok ember a halál mesdjéjén, a sír szélén van, akik ott vannak a lélegeztetőgép alatt, és várják a gyógyulást. Túlélik? Vagy meghalnak? Az orvosok persze mindent megtesznek annak érdekében, hogy itt az idő, mindent megteszni, mindent egy lapra tenni azért, hogy meggyógyuljon, kihozzuk ebből a betegségből. És milyen nagy kegyelem az, amikor valaki még időt kap, életben marad. Hogy meghallja az Isten szavát. Itt az idő! Isten kihozott téged ebből a betegségből, meggyógyított téged. És amikor én is elmentem egy drága testvérnek, meglátogattam őt, akkor hálát adtam az Istennek, hogy pontos időben érkeztem. Mert ha halogatom az időt, mondanám, hogy még más programom is van, ilyenkor mindig föl kell, hogy boruljon a szó legigazabb értelmében a te programod. Meg kell, hogy változtasd, mert fontossági sorrendet be kell állítani. Amikor az Isten szól, neked azonnal megved kell. Nem mondhatod, hogy Uram, majd holnap, mert lehet, hogy nem lesz holnapod. Lehet, hogy már holnap nem fogsz fölkelni. De sok ember mondja ezt. Lehagyja feléd, és lehet, hogy nem kell fel. A rokonok, a hozzátartozók, a család pedig ott, fölbegyökerezett lábbal, lebénulva, szívetépő módon fájdalma között, Istenem, ha tudtuk volna, akkor teljesen másképp gondolkodtunk volna. Teljesen másképp készítjük a mi testvérünket arra, hogy nem tudhatjuk, hogy kinek, mikor következik be az életének utolsó pillanata. Eszembe jut, amikor az Úr Jézus Krisztus keresztre feszítették nagy pénteken. Két rablógyilkos, akik valóban megérdemelték a büntetéseket. Mind a kettő hasonló ítélet alatt volt. Csak az egyik ragadta meg az Isten kegyelmét, Jézus Krisztus szeretetét. És ő befogadta a szívében Krisztust. Az alkalmas idő ott volt számára, hogy most, mert ha nem, elveszek, elkározok. A másik
pedig elkáhozott, mert elutasította magától. A kairos, a minőségi idő nem volt jó számára. Pedig ott volt Jézus közelébe. Csak egy haj karnyújtásnyira. Vagy amikor az emberek hallják a templomnak a harangját. Most hívogathatnak ugyan a harangot, és a templomok ülesek. Itt is ülesek a székek. És lehet, hogy talán vannak, akik most szívesen jönnének az Isten házába, de nem jön. De most az Isten lehetőséget kínál számodra, hogy az interneten keresztül a Damas Televízió nézői most megszólítassanak, megértsék a ma szavát. Ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mondja az ige. És mit mond az Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelében? Jól vigyázzatok, mint ahogy ezt Pál apostol is mondta a Fesztusznak. Vigyázz! Hogyan élsz? Hogyan éltél eddig? Hogyan reagáltál azokra a veled történt eseményekre, próbatételekre, nehezekre? Hogyan reagáltál? Ne keményítettél az Isten felé? Vagy pedig végre igazán térdet hajtottál, leborultál az Isten előtt, és kérted az ő bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét? Kínált az Isten. Pál apostolon keresztül, Fesztusznak is. Itt a kegyelmi idő. És mit mond? Bolond vagy te, Pál! Miket teszel? A tudomány, a nagy tudomány téged megbolondított téged. Nem vagyok én bolond, mert neves Fesztus, mondta Pál apostol neki. Mert nem zugában lévő dolgok ezek. Nem betanult szöveg, amit én mondok neked, hanem amit én megéltem, átéltem. És a számodra is itt van a lehetőség. Tudjuk nagyon jó testvérek, hogy több Heródes is uralkodott. Hogy Jézus Krisztus megszületett, a Heródes király uralkodott. Feljött a Heródesnek, Heródes Agrippa, Heródes Antipász. Mind a három Heródes arról volt nevezetes, hogy zsarnok módon és úrhatnám módon, büszkén, igaztalanul vádoltak és bántották az embereket. És ennek következményeképpen volt lehetőségük az ő számukra is. Azt mondja, hogy Uram, így nem akarok élni tovább. Ha így élek tovább, el fogok veszni. Éppen ezért mondja az ige is, kihasználva az alkalmas időt, kihasználtad-e? El tudod-e mondani, drága testvér, aki most itt figyeled az Isten tiszteletet és hallgatod, kihasználtál-e minden időt? Vagy pedig azt mondod, bűnbánattal és alázattal kell, hogy mondjad, de sok drága időt tékozoltam el. Megmondhattam volna, de nem mertem megmondani a szemébe. El kellett volna menned, és nem mentél el, és az Úristen reált nehezíti annak a fájdalmát, és annak a mulasztását is, hogy miért nem mentél el. Miért nem mondtad meg? Miért nem imádkoztál érte? Vagy még többet nem kellett volna lemondanod róla? Az igazi idő itt van. Alkalmas idő, amit mindig bizony igyekezzünk kihasználni. Mondja az ige is, hogy áron is megvenni az alkalmatot, testvérek. Áldozat. Bizony, amikor az ember dönt konkrét esetben, akkor valóban meg kell tenni a döntő lépést, mert élet-halál kérdése. Az elmúlt vasárnap arról prédikáltam, hogy kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senkinek érkedjék, vagyis ajándék. És az ajándékot pedig az Isten kínálja az emberek számára. Ajándékot kapsz, azért nem kell fizetned. Szóval aki azért adja, hogy fogad el. Isten odaadta magát Jézus Krisztusban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ingyen. És az emberek mégis azt az kegyelmi ajándékot, amit Isten az ő fiában, a Jézus Krisztusban adott az emberiség számára, meghalt a mi bűneinkért, olcsóvá tesszük. Holott az ő drága szeretett fiának a halálába kell. Ezért háladással kell megköszönni neki. És ezek az emberek. És hadd hozzam ide példaként azt az embert, akinek ugyanúgy számára az új szövetség világában van ez is, a vak Bartimeusnak a története. Hogyan került ő Jézus Krisztussal kapcsolatba?
Ha valamilyen információt hallott az ő személyéről, nem botorkálhatott oda, hogy valahogy jaj, hogy tudjak oda menni, hanem várta az alkalmas pillanat, hogy hát, ha jön Jézus Jerikóba érkezik, és akkor megszólíthatom őt. És ennek a várakozásának, vagy várakozásának meg lesz a jutalma. Mert jön Jézus. És amikor megtudja, hogy Jézus jön át Jerikón keresztül, akkor abban a pillanatban Jézus Dávidnak fia könyörül rajta. Itt az alkalmas idő, itt a pillanat. Mert ha elszavaztom örökre, vakságban maradok, el fogok veszni. Érted, testvér, hogy milyen fontos az idő? Azonnal. Nem máskor, nem majd. Örkében, amikor ott szolgáltam hosszabb ideig, volt egy idős atyafi, aki azt mondta nekem, tiszteletes úr, majd ha nyugdíjba megyek, akkor majd elmegyek az Isten házába. Nem tudott elvinni, eltemette. Nem érte meg a nyugdíjat. Testvérek, a majd. Ki tudja, hogy mi lesz holnap? Ki tudja majd? Igen, testvérek, az idő az óriási nagy dolog. És rohan bizony, régi-régi sláger, rohan az idő. Megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen fut minden tovább. Régi-régi, amikor gyerek voltam, ezt énekelt az egyik táncdalének. Rohan az idő, testvérek, igen, és vele együtt a kegyelmi idő is így rohan el. Hogyha nem hallod meg, hogyha nem jut el a szívednek a legmélyéig. Tehát használd ki az alkalmas időt, mert az idők gonoszok. Nem kell komolyan venni. Majd ha több időm lesz, akkor majd több időt fogok tudni tölteni a gyermekemmel. Hát most testvérek, most belekényszerített az Úristen az egész családot arra, hogy a gyerekkel többet foglalkozzon. Hogy eddig akiket nem becsültünk, vagy nem annyira figyeltünk rá, most az Úristen oda kényszerített bennünket a családi közösségbe, hogy dölts időt a te gyerekeddel, beszélgess vele, játsz vele, kérdezd meg, hogy hol vagy, mi a baj forrása. Tehát őszintén, itt az idő! Mert amikor az Úristen megkönnyörül rajtunk, hiszük, hogy az Úr velünk lesz, és kihoz ebből a nehéz járványos időszakból bennünket, akkor vajon hogyan fog folytatódni az élet? Bele megint a világi életbe. Megint megyünk a kocsmába. Megint megyünk szórakozni. Testvérek, ugyanúgy ott kell, hogy folytatódjon. Vagy pedig eddig és nem tovább. A Krisztus útján járok. Az igét akarom. A kegyelmi időt megragadni. És vele akarok járni közösségbe. Kihasználjuk az időt. Kihasználjuk-e, testvérek? Mert bizony így igaz az idő, gonoszok. És legyünk józanok. Itt az lehetőség. Elutasította magát. Majd, ha lesz alkalom, mondta Félix a Pál apostolnak, majd, ha lesz alkalmas idő, akkor majd meghallgatlak téged. Nem lett neki ideje tovább. Elveszett. Ott volt a lehetőség, itt van egy ember, aki beszél neked a kegyelemről, beszél neked a szeretetről, beszél neked a bocsánatról, beszél neked arról, hogy ne élj parázva életet. Ne élj önző, becstelen életet. Elköstelen életed. Ne élj tovább. Így nem lehet élni. El fogsz veszni. Isten kínálja, van lehetőség a gyógyulásra, van lehetőség a szabadulásra. Akkor ne valogasd. Mert bele fogsz fogadni. Értsétek meg tehát, Istennek mi az akarata. Ezzel szeretném befejezni, testvérek. Siessetek, hamar lejár. Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt. Ha elkésel, mi lesz veled? Ki menti meg a lelkedet? Le lehet késni, testvérek. Bosszankodunk is, ha lekésük a vonatot, lekésük a buszt. Lekésünk valamiről. Ó, ha tudtam volna, jaj, de szívesen elmentem volna oda. Már késő. Vissza nem térő alkalom. De még van rá bocsánat, van rá kegyelem. Isten segítsen ebben bennünket, hogy ezt megragadjuk. Amíg nem késő. Adjunk hálat a mi Urunknak, a mi Istenünknek. Azért, hogy még mindig van hozzánk szava üzenete. A ma szava, drága testvérek, az én Isten szava. Az idő nem a te kezedben van, hanem annak a kezébe, aki adta neked, aki születésed pillanatától kezdve egészen a halálodig kíséri a te életedet. Nem mindegy, hogy hogyan érjük. Nem mindegy, hogy hogyan ér bennünket el. Segítsen az Úr, hogy az ő szeretete, nem ő uralkodjon, az ő nagy neve dicsőségére.
úgy legyen. Amen. Válaszunk testvérek a meghirdetett ígére, és énekeljük el a 165. 165. már megkezdett énekünknek, énekeljük el az utolsó versét. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá szívem, lelkem. Olyan hálás a szívünk azért, hogy ma is szólhatott hozzánk a te üzenetet. Olyan hálás a szívünk azért, hogy még tart a kegyelmi idő. Tudjuk, Urunk, ma újra a szívünkre ejeszted azt, hogy a ma szava az a te szavad. Ma még lehet. Ma hallottuk újra te megszólító szavadat. Vajon tudott-e bennünk valami változást végezni? Hatott-e ránk a te élő üzeneted, beszéded, szava? Mert ki tudja, mit hoz a holnap? Kit hogyan ér el a próbatétel? Most mindannyiunkra ez a próbatétel, ez a nagy olyan helyzet, ami most sokakat foglalkoztat, kell, hogy arra méltóztasson és arra motiváljon, hogy odaboruljunk eléd. És énekünk szavát ideidézve kiáltsunk, megcsendesedve is, hogy jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá, szívem, lelkem. Bocsáss meg, ha sokszor abban a szívben, belül, aminek valóban a Szentlélek templomának kellene ott legyen, nincs ott Isten tisztelet. Még ma is talán sokunkban ott van az ugulódás, a panaszkodás, és mi minden fél meg ott az életünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma arra irányítottad a figyelmünket, hogy a most szava halljuk meg, döntsünk. Befogadod a szívembe a te drága üzenetedet, a te igédet, és ha valaki téged fogad be, akkor annak élete van, elveszíthetetlen élete. A mai ige is, Pál apostolnak a védő beszédje, megmozgathatta volna, meg is mozgatta a királyt, mert ott vélt benne az, hogy igen, ahogyan én élek, ez ítéletre méltó. De mégsem döntött. Halogatta, hogy odálljon a plénum elé, és azt mondja, hogy Uram, és alattvalóim, befogadtam a szívembe azt a Krisztust, akiről ez a Pál apostol beszél. Ez elmaradt. Festusnak is ott élt, még ráveszel engemet, hogy keresztjénél legyek. Majdnem. De mint tudjuk, Urunk, a majdnem, az annyi egyenlő semmivel. Az lesz igazán boldog keresztjén ember, aki befogadott téged, és veled jár. Néged engedelmeskedik egy életen át. Áldott légy ezért, Urunk, minden olyan drága testvérért, akik már boldog örömmel szólhatnak, beszélhetnek. Nem szégyelik az evangéliumot, nem szégyelik a hitüket, hanem adják tovább. Könyörgünk, imádkozunk, Úr Jézus Krisztus. Ezért a helyzetért, amiben most még mindig vagyunk, és ki tudja meddig tart még ez a próbateljes idő népünknek, nemzetünknek, és az egész világ méretekre nézve. Hisszük, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem próbálsz felül bennünket, hogy azt ne tudnánk elhordozni, és hiszük azt is, hogy ebből jót tudsz kihozni. De ez szükséges, hogy a te igéd valóban hasonl. Idő, alkalmas idő, amikor odaborulunk eléd, megvalljuk a bűneinket, te megbocsátod azokat. És
teljesen új életet kínálsz, teljesen új életet adsz. A régiek elmúltak, és innen új jött létre, mert nagyon nagy öröm van egy bűnös ember megtérésén, mint 99 igaznak, ó, kérünk, könyörülj meg. S addig imádkozunk, Úr Jézus Krisztus, hogy gyászolókért is. Az elmúlt héten egy kedves idős asszonytestvértől vettünk búcsút. Az ő élete valóban tartalmas élet volt. Nagy ajándék tőled a hosszú élet. De hiszük azt is, Úr Jézus Krisztus, hogy valakinek hosszú az élete, és valóban tartalommal van megtöltve, és ott él a szívében a vágy, az óhaj, a veled való kapcsolatra, imádkozik, és az Isten házába is elindul, hogy közösségben legyen veled és egymással, annak valóban boldog megérkezés lesz a mennyei hazába. Könyörüljük hozzád a hozzátartozóért, adj vigaszt nekik. És mindazokért, Úr Jézus, kiáltunk, imádkozunk, akik hasonlóképpen bánatosak, szomorúak, hiszen most szomorúan halljuk a megrázó híreket, hogy sorozatba veszi áldozatát ez a vírus, betegség, és sokan bánatosak, szomorúak. Adunk Jézus Krisztus, hogy hozzájuk is eljusson a vigasztaló szó, hogy te a halál felett is Úr vagy, és a halálban is te vagy velünk, Urunk. Kérünk, Urunk, adj vigaszt nekik, és adj erőt azoknak, akik éjt-nappal átéve azon fáradoznak, hogy minél hamarabb azok, akik ott vannak a beteg ágyon, gyógyultan távozzanak. Adj számunkra türelmet is. Adj számunkra őrizd meg őket ettől a betegségtől, és bennünket is, Urunk. Legyél kegyelmes hozzánk. És adj kérlek, Úr Jézus Krisztus, bölcsességet kormányunk vezetőinek, akik valóban felelős döntést fognak hozni népünknek, nemzetünknek további életére nézve, dolgaira. Adj nekik is, Urunk, felülről való erőt, türelmet. Imádkozunk ezért a Dabasért is, ahol élünk. Kérünk, Urunk, könyörülj meg rajtunk, adj ébredést, adj megújulást, adj változást, hogy a mi életünk folyék szentebbül, hogy ne menjen az ítéletre. Kérünk, Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Szeretett testvéreim! Az elmúlt héten, hétfőn búcsúztunk el, és hirdettem a feltámadás és az örök vigasztalás szavát, üzenetét özvegy Kovács Pálné született Kalica Erzsébet kedves idős asszonytestvérünk ravatalánál koporsója fölött. Az Elisten szép, hosszú, tartalmas élettel ajándékozta meg a 91. éves korában magához szólította a mi testvérünket, a mi úr. A ravatalánál elhangzott igék voltak: ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet a csapás. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. A másik ige, amivel búcsúztunk a testvérünktől: vénségetekig és megőszülésetekig én viselnek, én hordozlak titeket. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családon. Sírjatok a testvéreknek, hogy a hétközi alkalmak, valamint a vasárnapi istentiszteletek is fel lesznek véve. Hálás szívvel köszönjük Pálffy Gyula testvérünknek is, aki minden alkalommal lehetőséget kínál számunkra, hogy az éter hullámain keresztül, az interneten és a Facebook oldalunkon figyelemmel kísérhessük ezeket az istentiszteleti alkalmakat, bibliórákat és áhítatokat is. Legyen áldott az Úr ezekért az alkalmakért, és köszönjük a Dabas Televíziónak is, hogy felveszi ezeket az alkalmakat, ezzel is megszólíthassuk azokat a drága testvéreket, akik kísérhetik ezeket az alkalmakat, istentiszteleteket az ő dicsőségére. Még egyszer nagyon szépen köszönjük. Most pedig befejezésül énekeljük el a 397. dicséretünknek, énekeljük el az első, második, valamint az utolsó versét, a 397-es dicséret: Ó Sion, ébredj, törzs be küldetésed. Thank you.
nincs kitől hallja, megváltom keresztje. Ezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, és az Úr legyen mindnyájunk őriző pásztora. Amen. Áldás békesség, testvérek. Isten áldjon.